A riportot támogatta a projektpartner, a számítástechnikai rendszerek szakértője. Hát tisztelettel köszöntelek a Zalaegerszeg a labdarúgás feltörekvő csillagaként. Hogy érzed magad az Zalaegerszegnél? Köszönöm szépen a kérdést. Nagyon jól érzem magam Zalaegerszegen, nagyon jó közösségbe érkeztem. Úgy gondolom, hogy jó csapat készül Zalaegerszegen, meg úgy is kezdtük a bajnokságot, hogy sok új játékos érkezett, egybe kellett hozni a keretet, nem volt sok időnk összeszokni, de szerintem idővel ez csak jobb lesz. Ugye egy hollywoodi történetként kellene ezt felfogni, mert ugye a harmadik ligából érkeztél a Lipóti Pékségből. Hogyan történt ez a dolog? Ugye erről nem túlságosan sokat lehet tudni. Hogyan történt ez meg? Tehát ki keresett meg, vagy milyen formában történt ez? Nem gondoltam én az zalaegerszegi kalandra, vagyis hogy ide fogok igazolni. Igazából a két kupameccs után volt róla szó, hogy tetszett a játékom nekik, hogy nyáron lehet majd róla szó, hogy leigazolnak. Azt ugye nálunk a vírushelyzet véget Lipóton félbeszakadt a bajnokság, és akkor kaptam egy telefont a menedzseremtől, Vörösbarany Józseftől, hogy péntek este hívott, és mondta, hogy hétfőn mehetek Zalaegerszegre edzeni, hogy gondoljam át a dolgot. Átbeszéltem otthon a családdal, de nyilván nem kellett sokat gondolkodnom, mert tudtam, hogy egy NB1-es csapat hív, ez nagyon ritka dolog, és egyből igen mondtam, és hétfőn jöttem már edzeni. Még mielőtt ugye magadra öltötted volna a szerelést, az edzővel, a szakmai igazgatóval, valakivel, gondolom csak beszélt és meghallgattad, hogy tulajdonképpen mik a célok az Zalaegerszegnél, hogyan, milyen formában számítanak rád? De gondolom ezért egy ilyen megbeszélés azért csak volt. Hát igen, egyben Sallói István sportigazgató úr fogadott kint már a parkolóba, bevitt a stadionba, körbevezetett, megmutatott mindent. Láttam én is, hogy egyből profi körülmények vannak, hogy rendben van minden, és beszélgettünk is pár szót, és mondta, hogy fiatal csapat lesz, hogy itt lehetőséghez juthatok az NB1-be, de tudtam, hogy azért küzdenem kell, meg sokat kell dolgoznom. Hogyan tudnád elmondani egy olyan embernek, aki soha nem volt labdarúgó, milyen különbség van az NB1 és az NB3 között? Most nem a pénzre gondolok, hanem az összes többi dologra. Hát igazából ez szerintem ebbe benne is kell lenni, hogy mondjuk egy megye egybe voltam, hogy ott milyen körülmények voltak, utána az NB3-ban is, hogy milyen körülmények voltak. Így én tudtam, volt viszonyítási alapom, hogy honnan jöttem, és most hova megyek, és hogy milyen körülmény fogadott itt engemet. Megmerem kockáztatni, hogy azért az NB3-ban kevesebb edzés van, mint az NB1-ben, legalábbis ezt feltételezem. Ezt hogyan tudtad legyőzni, mert így a mérkőzéseken nem nagyon jön ki a különbség, hogy neked nem volt NB1-es múltad. Igazából az elején, amikor csak itt edzettem, akkor is több edzés volt, ugye, és akkor is már az elején is úgy kezeltek, hogy ha több futás volt, akkor csináljak kevesebbet, már akkor is figyeltek rám, hogy nehogy megsérüljek abba, még csak itt edzem. És nyilván ugyanez volt, amikor először is idejöttem, magamra is figyelnem kellett, hogy nehogy megsérüljek, meg nyilván ebben segítettek mások is, hogy felépítsenek engemet. Miben van lemaradásod egy olyan 23 éves játékossal szemben, aki alapból már egy NB1-es csapatban pallérozódott? Tehát miben érzed magad lemaradva, ha van ilyen? Hát igazából úgy érzem, hogy abban biztos, hogy ő többet edzett, ő már játékban van, ő először, vagy jobban bírja a tempót, az iramot, én nekem ezt meg kellett szoknom, mikor idejöttem, több edzés volt, napi két edzés, többször voltam fáradt, de úgy gondolom most így idővel, hogy már belerázódtam, és most lehet azt mondom, hogy úgy is veszem észre, hogy már nincsen lemaradásom igazából senkihez képest. Mi a különbség a Lipótinál, illetve a Zalaegerszegnél a posztodon? Tehát ugyanazt játszod, vagy másban gondolkodtak a Boyer Gáborék vel kapcsolatban? Hát igazából
másban játszom, mert igazából Lipolton különleges posztom volt, mert igazából megkaptam én ott a szabadságot, előrefelé mehettem bárhova, kevesebb védekező feladatom volt, igazából szabadon játszottam Lipolton, és én nekem ez nagyon tetszett is, meg is kaptam ezt a szerepet, hogy mehetek bárhova, nem kell annyit védekeznem, de itt ugye teljesen más, itt ugye játékrendszerek vannak, több játékrendszerben is játszottunk már meg itt többet kell védekeznem azért sokkal. Tehát milyen játékrendszerben játszik a te felfogásodban az Zalaegerszeg? Miben vagy erős ezekben a játékrendszerekben? Én úgy gondolom, ebben vagyok erős, amit most játszunk, ebben a 3-5-2-ben, és ugye két csatárból én vagyok az egyik, és ebben vagyok szerintem erős, hogy sokat kell futnunk le támadásnál is, de nekem ez a rendszer nagyon fekszik szerintem. Szerinted a te karriered kifuthat még egy akár egy nagyobb csapathoz is? Hogy látod? Hát igen, én úgy éreztem magamon is, hogy nekem ez az utolsó lehetőségem, az mondjuk, hogy NB1-es csapathoz kerüljek, megkaptam a lehetőséget, úgy gondolom, hogy élni is tudtam vele. Én azt gondolom magamról, hogy szerintem van bennem még több is, hogy az, hogy későn kerültem ide, de szerintem ama fel tudtam venni a tempót, az iramot, a játékot, most már kezdem megszokni az NB1-et, én szerintem van bennem még sokkal több. 2+1 év a szerződésem, jövő 2022. júniusban jár le. Én Ferencváros szurkolóként átérzem a zalaiaknak a problémáját azzal kapcsolatban, hogy szeretik mindig a fiatal magyarokat ők is a keretben, de esetleg mi az, ami álmod lenne egy csapattal kapcsolatban? Az legyen, inkább hagyjuk a magyarokat, inkább külföldön, melyik csapatban tudnád magad elképzelni, mondjuk a 27-28 éves Zimonyi Dávidot? Hát igazából ez már nekem így is nagyon nagy sztori, hogy NB3-ból az NB1-be kerültem, hogy ilyen gyorsan felvettem a tempót, és hogy tudok játszani az NB1-be. Én nekem ez is már nagy álom volt, nyilván a külföldi karrier meg még nagyobb álom lenne. Ezen még így nem gondolkodtam, inkább úgy vagyok vele, hogy csinálom a dolgom hétről hétre. Jól akarok játszani, gólpasszt adni, gólokat rúgni, és szerintem ezt majd hozni fogja az élet magától. Mi az, amit el tudnám mondani Zalaegerszegről, milyen közeg van ott? Munkahely, ilyen munkahely feelingje van, baráti a közeg, alkotói a közeg, tehát hogy ha mondok egy példát, ha neked van egy ötleted, akkor azt a vezetőedző, illetve a szakmai igazgató meghallgatják, vagy arról van szó, csak végre kell hajtani az utasítást, és nem kell gondolkodnod? Hogy igazából jó közeg van Zalaegerszegen, a csapatra is értem ezt, mert nincsenek kihúzók, nincsen veszekedés, egy célért küzd mindenki. Úgy gondolom, hogy a vezetőedzővel is, hogy nyilván ő elmondja, hogy mit kér, de meghallgatja mondjuk a véleményüket is. Tehát bárkihez fordulhatsz, ugye? Tehát akkor azt el lehet mondani, hogy akár az edzőhöz, akár a sallóihoz oda tudsz fordulni, hogyha nem is az a problémád van, hanem valami a játékkal kapcsolatban valami ötleted volna. Tehát meghallgatják, amit mondasz. Igen, meghallgatják, meg szoktuk beszélni ezt a dolgot, hogy mi nem működött, mi működött, min kéne változtatni, úgyhogy igazából fordulhatok bárkihez, mert mindenhonnét segítenek. Hogyan képzeljük el a Zalaegerszeget? Azért kérdezek tőled, lehet, hogy neked butának tűnő kérdéseket, mert esetleg nézi olyan is, aki egyáltalán nem mozog a labdarúgásban. Tehát egy mérkőzés előtt, ugye elméletileg én úgy tudom, hogy vannak taktikai értekezletek, hogy a Zalaegerszegnél videó elemzés, igazi taktikai megbeszélés, posztokra történő szerepkiosztás van-e jelen pillanatban? Mi is videózunk sokat, más csapatokat is, saját játékunkat is. Meccs előtt igazából már nem videózunk, akkor van egy taktika, ki van osztva mindenkinek a feladata, az öltözőben ki vannak rakva a táblán, hogy a szabadrugások, a pontrugások, a szögletek, hogy kinek hol kell állni, és hol van a helye. Igen, tehát el lehet mondani azt, hogy nem adhok jelleget, tehát nem véletlenszerűen, hanem el lehet mondani talán azt, hogy a Zalaegerszegnek van egy alapjátéka, ugye? És hogy azon belül
egy ellenfélre külön-külön föl tudtok képzelni, de a saját elképzelést nem adjátok föl. Tehát én ezt igen, így igen, tudom igen. elképzelni. Igen. Mi az, amit elsősorban kér tőletek a mester? Igazából ez szerintem meccseken is látni, hogy csináljuk a pressinget, a letámadást. Igazából ezt kéri a mester, hogy maradjunk fönn, támadjunk le, meg focizzunk, játsszuk a focit, hogy ne rúgdossuk előre a labdát, hanem próbáljunk játszani. Van-e megfogalmazott konkrét cél most ebben az idényben? Igazából azt mondom, hogy a cél a bennmaradás, hogy maradjunk benne az NB1-ben, kitűzött cél pedig az első 6 hely valamelyikére odaérni. Van-e arra valamilyen forgatókönyv, ha ne adja úristen, mégis a második ligában lesztek kénytelenek szerepelni? Akkor mi változna itt a csapatnál? Hát én személy szerint én ilyenben nem is gondolkodom. Mi azt szeretnénk, hogy az NBA-ben maradjunk, egy célért küzdünk, és szeretnénk is bennmaradni. Igazából szerintem van ezzel is terv, igazából hosszú távú szerződéseket kötött most a klub mindenkivel. Szerintem arra is fel vannak készülve, hogy ne talántán, hogyha kiesnénk, hogy akkor egyben maradjon a csapat, és akkor egyből visszajutni, de ilyenben mi nem is gondolkozunk. Pontosan ezt akartam hallani egyébként, ezért tettem fel ezt a kérdést. A Salecsán mi készítettünk egy interjút az alsóbb régiókba igazolni játékost, mert inkább sok volt a kölcsöni játékos, de ezek szerint akkor a te elmondásod most kiderül, hogy hosszú távban gondolkodnak, hiszen veled sem egy-két, nem egy évre kötöttek szerződést, hanem hosszú távban próbálnak megtartani. Többiekkel is gondolom így van. Igen, úgy tudom, hogy így van, de ugye nem tudom mindenkinek a szerződését, hogy hogyan van, de szerintem sok emberrel hosszú távra kötöttek most szerződést. Ki az, akivel ugye a csapaton belül igazán meg tudod értetni magad? Persze tudom, jó a csapategység, de akivel azt gondolod, hogy közel hasonló felfogásban tudsz játszani, és így esetleg a pályán kívül is ilyen jó baráti viszonyban vagy. Igazából jóban vagyok a Szántó Regővel, ővele megértjük egymást a pályán kívül is, a pályán is. Könyves Norbival is nagyon jó a viszonyom. Vele szinte egy hullám hosszon gondolkodunk, hogy mindent megteszünk egymásért, mindent megteszünk a csapatért. Igazából őket tudnám így kiemelni, akikkel úgy többet beszélek. Ugye mindenki tisztában volt vele, hogy új csapatunk lett, mindenki tudja, hogy egy célért küzdünk, és mindenkinek bele kell adni a maximumot, hogy bent tudjunk maradni az NB1-be, és ez a mentalitás, ez lehet a legjobb számunkra, hogy csak a győzni akarás, sose adni fel, és mindig menni előre. Ugye most sajnos nem lehetnek ott a szurkolók. Tudjátok-e valamilyen szinten tartani a kapcsolatot, hogy érzitek-e a jelenlétüket, a segítő erejüket valamilyen formában? Igen, érezzük az erejüket. Egyik edzésre is kilátogattak, akkor is buzdítottak minket, hogy ők mindig mellettünk lesznek, ami nekünk nagyon nagy lökést ad hétről hétre, hogy van, aki buzdít minket minden héten. Hát igazából kezdőként, mikor megkaptam a lehetőséget, akkor már nem voltak nézők, de előtte ugye játszottam úgy, hogy ott volt a zalaegerszegi tábor, meg voltak még nézők, csak akkor ugye kevesebbet játszottam. Tehát, hogy éreztél különbséget akkor, hogy ott a szintben igazán ott tudja az ember megérezni, hogy az NB3-ban mennyien vannak, illetve egy NB1-ben pedig mekkora elvárás van, már csak város szinten is a csapattal szemben. Hát igen, azért nagy segítség a közönség, igazából a 12. játékos számunkra a közönség. Én is megtapasztaltam, amikor közönség előtt játszottunk, meg én is jobban örültem volna a mezőkövesd elleni gólomat, mondjuk első NB1-es meccsemen, amikor kezdő vagyok, hogy úgy rugom, hogy kint van mondjuk 8000 ember. Hát igen, ez teljesen más lett volna számomra is. Mindenki gratulált, nagyon sok barátom is írt, gratuláltak, család is büszke volt rám, meg igazából a családi körben, meg a baráti körömben igazából mindenki nagyon büszke volt rám. El tudod magad képzelni akár egy magyar válogatottban a későbbiekben? Vannak ilyen álmaid? Mindenkinek vannak ilyen álmai, nekem is vannak. Közeljövőben el tudom képzelni magam, igen. Mondom, ez lenne a pályafutásod egyik
csúcsa, hogy, hogy a válogatottban szerepeljél? Hát igazából ahonnan én jöttem, meg ahogy ide kerültem, már az is nagy csúcs, hogy az NB1-be kerültem, de az pláne az lenne a legnagyobb csúcs, hogy a válogatottban bemutatkozzak. Egyébként az edző és a szakmai igazgató, illetve az egész stáb ezzel kapcsolatban motiválják-e a játékosokat, tehát hogy éreztetik velük, hogy most olyan közeg van a magyar labdarúgásban, hogy igenis oda lehet kerülni, akár még NB1-es csapatban is a válogatottban. Ezt szokták-e nektek mondani, vagy valamilyen formában azért motiválnak ezzel kapcsolatban? Igen, igen, motiválnak minket ezzel is. Többször hallottuk már, hogy oda lehet kerülni. Kapitány megmondta, hogy ha úgy teljesít valaki, az behívja, hogy ez fő cél legyen mindenki számára, hogy bárki oda kerülhet a magyar válogatotthoz, ha úgy teljesít. De mi az, ami egy mondd nekem egy rövid távú célt, és egy teljes karriert felölelő távoli célt, amivel elégedett lennél. Amikor azt mondod, hogy leteszem a lantot, és visszanézek a karrieremre, és azt mondom, hogy igen, ez király volt. Hogy mi ez a kettő cél? Azt gondolom, hogy én már mindenképp büszke lehetek magamra, hogy MB3-ból és megye egyből az MB1-be kerültem, de nyilván egy külföldi karrier és a magyar válogatottban játszani, az nekem óriási csúcs lenne, amivel elégedett lennék pályafutásom végén. Nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánok, és biztos vagyok benne, hogy keresni fogunk még. Üzensz esetleg valamit a zalaegerszegi szurkolóknak? Igazából köszönöm szépen az interjút. Zalaegerszegi szurkolóknak azt tudom üzenni, hogy ugyanígy buzdítsák a csapatot, mi mindent megteszünk magunk tehetőt, reméljük, hogy mi hamarabb visszajöhetnek a stadionba. Nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. A riportot támogatta a Projekt Partner, a számítástechnikai rendszerek szakértője.